Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Természetesen dr. Hegedűs D. Géza, Kossuth Díjas színművész, egyetemi oktató, rendező, és szerintem életművész. Nézzenek a hátam mögött lévő képre, ilyen ő a képen, és ilyen élőben. Na de hát, mit akarunk egy színésztől korán reggel? De kik ezek az ifjak, akik hegedűt tartanak a kezükbe, ennyire tehetségesek, hogy hegedülni is tudnak? Van közülük, aki még hegedülni is tud. Igen. Géza, mondj az osztályodról valami képzelten, pozitívan. Most indult a negyedik évfolyamban a mostani második fél év, vagyis már nyolcadik fél évben jár. Visszatérünk, te követted végig a mi sorsunkat tulajdonképpen első pillanattól kezdve, és most eljutottunk oda, képzeld el, Péter. Hány fiú és hány lány? Mert a képeken öt lány és hét fiatalember, és mi megőrizzük mindig azokat az előadásainkat, amiket tanulmányaink során létrehoztunk, és játszottuk tovább. És képzeld el, most eljutottunk oda, hogy február 3-a óta tart egy osztályfesztivál. Ez az osztály Ifjú Vinyánszky Attilával együtt vezetjük. 11 produkciót mutattunk be. Itt van, nézd meg, hogy kezdődött a Kunderának a lassúságával, Arthur Schnitzlernek, ez a csodálatos szerző a Monarchiában, Bécsben, a Zöld kakaduja, Brechtnek Gömbfejek, Csúcsfejűek, volt már a Viharkapujában, tegnap a Lilionvizsga, ma Büchnernek a Leonsz és Lénája, holnap Tancred d'Orsnak Merlina vagy a Pusztaország, szombaton két előadás is lesz, délután este, abból látszódott ez a hol fotó. Lesznek ez az előadása? A Pesti Színházban lesz ez például, ez a Kinek az ég alatt már senki es sincsen. Vasárnap délután az osztálytermünkben lesz egy Cicero vizsga, Ciceróról már beszélgettünk, és vasárnap este lesz a Troilus és Cressida, és van egy zenekar, kérdezted, hogy tudnak-e, van, aki tud hegedülni, minden gyerek tud valamilyen hangszeren játszani, és van az osztálynak egy zenekara, és a koncert zárásaképpen egy nagy osztálykoncertet adnak, képzeld el. Annyira büszke vagyok rájuk. Most csodálatos. Neked van osztályod, vagy az osztályodnak van két vezetője? Oktatási metódusunk az a mestertanítvány alapon működik, itt semmi más nincs, mi vagyunk egy kis tím. Ha tetszik, egy kis pszichotím, ha tetszik, egy kis társulat, akiket már most nyolcadik fél éve viszünk Ifjú Vinyánszky Attilával. Olyan vagyunk, mint egy család. Mi összetartozunk, minden rezdülésére figyelünk a hallgatóknak. És most mi lesz, ha végeznek, és kiszállnak a pénzekből? Na, de ezért is van ez a fesztivál most, hogy próbáljuk rájuk fölhívni az összes színház, összes művészeti így volt vezetőjét. Ez a te idődben is? Nem volt rá szükség. Most viszont szükség van rá, hogy figyeljünk egymásra. Abban az időben szinte fontosnak érezték azt az én fiatal, hát jó volt az, én na a jó, 70-es évekről beszélünk. Na jó, de akkor az volt a divat, hogy vidékre nagyon menni. Sokan el is mentek vidékre, most is mennének szívesen vidékre, ha meghívnák őket az igazgatók, ezért most minden igazgatót meghívtunk, és jönnek is, nagy örömömre, eljönnek, nézik az előadásokat. Tulajdonképpen a két osztályfőnök hatalmas PR munkát is végez. Most ez ezt is jelenti, meg egyfajta, hogy mondjam, retrospektív, tehát fölmutatása annak, hogy milyen értékes munkát végeztünk ez alatt a 4 év alatt, még van nekik 1 évük, de már kint gyakornokoskodhatnak a kőszínházakban. Számtalan helyen már beléptek előadásokba, szerepelnek, átvettek szerepeket,
De szeretnénk, hogyha mennyire, minél intenzívebben. Mennyire szeretik őket, a feltörekvő ifjú titánokat, a kőszínház vezetők? Nem féltik az állandó társulat tagjait? De hát minden színház akkor gondolkodik stratégiai szempontból, okosan a jövő szempontjából. Például a te színházad, a Víg Színház hányat fog átvenni belőle? Azt nem tudom, de jelen pillanatban 3 hallgatóm gyakornokoskodik ott, ami nagyszerű, ami örömteli. De ugyanúgy a Radnóti Színházban, Katona József Színházban. De milyen színházakban gyakornokoskodtál? Téged még idő előtt felfedeztek, a főiskolás korodban. Én 2 mesterem, Horvai István és Kapás Dezső, a Víg Színháznak voltak a korszakos rendezői. Várkonyi Zoltán volt az igazgató, aki eljött megnézni a kollégáinak a tanítványait, a vizsgaelőadásait, és emlékezem és rá. És lefölözte. 3. éves koromban Oidipusz királyt játszottam, képzeld el, egy 19-20 éves fiatalember ott van, és akkor játssza az Oidipuszt az Ódri színpadon, és a végén, az előadás végén bejött az öltözőmbe Várkonyi Zoltán, pedig még csak 3. évet fejeztem, hogy őt fogom idén, Géza, érezze úgy, hogy maga a Víg Színház tagja, és elviharzott, gratulált. Tehát meghívott 3. éves. Te is teszel ilyen gesztusokat a fiatalok felé? Hát én nem vagyok színházvezetői helyzetben, hát én mert, inkább mert terelem mindig... őket, rajongója vagyok az ifjúságnak, támogatója vagyok. Mert mindig rosszul korteskedsz. Ez csodálatos dolog, hogy új és új tehetségek nőnek föl. Övék a 21. század. Ez valami fantasztikus. Hát igen, mert előbb-utóbb mi elmegyünk, meghalunk. Igen, és Péter, és képzeld el. Kérdés, hogy mit hagyunk magunk után? Magunk után értéket. Innen. Ugye, igen, van az értékrealizmus van, ugye, meg a célrealizmus. Okay. Nos, mennyire... Én az értékrealizmus okay. Mennyire szól az ő torkukból például Hegedűs D. Géza? Mennyire vették át a te allűrjeidet, a mozdulataidat? Nincsenek allűrjeim, nincsenek. Nincs olyan szín, másolható allűröm nincs, és másolható mozdulataim nincsenek. Szóval egyedi vagy. De ők egyediek. Én meg a kollégám, Attila, arra törekszünk, hogy arra vagyunk kíváncsi, hogy ők milyenek. Okay. És akkor, az gomoljon ki, az a személyiség, akkor rendben van, akkor visszaveszem a szereposztást, itt én kérdezek, te megpróbálsz válaszolni. Mennyire veszik át a te filoszemitaságodat például? Mennyire veszik a te értékítéletedet? Az előadások szelleme, nincs olyan előadás, amelynek a szelleme ne a humanizmus jegyében születne, ne annak a jegyében, hogy csak értékek mentén érdemes élni. Ma hajnalban fölhívott például egy néző, és azt mondja, hogy Péter, még félig alszom, de a zsidó ma ugye ott lesz. Mondom, kire gondol? Azt mondja, hát a színészre tudja, akinek szaká. Á, mondom, de ő rá nem az jellemző, hogy zsidó. Azt mondja, de olyan jó hallgatni őket. Ettől biztonságban érzem magam. Mit tudsz te tenni? Honnét van ez az erő, hogy egy 80 éves néni azt mondja nekem hajnali 4 órakor, hogy amikor te megjelensz a képernyőn, te biztonságot adsz. Most neki. Például tudod, mire készülök? A holokauszt emléknapra, április 16-án lesz, de arra a napra nem tudtak egyeztetni bennünket és a kis társulatunkat. Megjelent a Magvető Könyvkiadóban a Pner család levelezése. És ebből a levelezésből Elek Tibor dramaturg barátom, a Gyulai Várszín az igazgatója, ő is kért fel erre a feladatra, dramatizált egy felolvasó színházi produkciót, és Hegyi Barbarával, Hirtling Istvánnal, Vaskovics Andreával, Ifjú Vidnyászki Attilával és szerény személyem is részese lesz, rendezem, de közben pedig én magam is közreműködöm, a Kner család levelezéséből egy felolvasó színházat fogunk csinálni. Még van 4 perc, ha megengedett Péter, halljuk. Éppen ezért, képzeld el, meghozták
zsidó törvényt 1939-et írunk, és ír a testvérének, Kner Imre, aki vezeti az egész nyomai, ugye, hát ők, a Kner család, nem csak ők, nyomai nyomda és könyvművészet, a magyar irodalom remekei ott kerültek nyomdába, ott jelentek meg fantasztikus, esztétikus kiadásban, illetve az államigazgatás, csak akarom mondani, az államigazgatás iratai, nyomtatványai nagy részét, 90%-át is ők csinálták. Mikor visszacsatolták Erdélyt, az ottani beinduló államigazgatás összes iratát, miközben már hatályban volt a numerus clausus, a zsidó törvények sora. Halljuk az idézetet. Kedves Bercikém, tehát ez a testvére, ír neki, hogy szomorúsággal olvastam kedves leveledet, mert arra reagált csak, hogy azon gondolkodik a testvér, hogy kivándorol Amerikába, épp a zsidó törvények okán. Majd ír egy másik embernek, aki egy barátja, Móricz Miklós, kedves Miklósom, ma érkezett csak meg leveled, amely mindnyájunknak végtelen jól esett. Rajtad kívül még egy barátunk volt, aki szükségét érezte annak. Ez a törvény megjelenése után, csak akarom mondani, hogy kik, hogy szolidaritás, érted? Azt mondja, hogy rajtad kívül még egy barátunk jelentkezett, és ezen kívül persze még Fülep Lajos, aki a kor nagy esztétája volt, is írt igen komoly és meleg levelet. Én azonban tudom, hogy vannak mások is, akik velünk éreznek, nem is kevesen, de talán el sem tudják képzelni azt, hogy a dolog komolyjá váljon. Nem kísérletezünk a kivándorlással, és nem csinálunk fantasztikus terveket, kedves Miklósom. Meghánytuk, vetettük ezt a dolgot, és arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem lehet csinálni semmit, de nem is akarunk elmenni innen. Mi itt éltünk. Itt vannak eltemetve mindazok, akiket szerettünk, akiktől származunk, a nyelv, a táj, a gyermekkori első benyomások és élmények mind-mind ide kötnek. Nem tudnánk élni másutt, és ha máshol kellene élni, az nem érdekelne bennünket, pedig nem csekélységről van szó. Ez az üzlet a múlt évben forgalma 90%-át közszállításokban bonyolította le. Olyan óriási szellemi felkészültséget is. Ugye maga, mint az öcsém részéről, olyan roppant munkateljesítményt igénye lesz, hogy mellette mással foglalkozni nem is tudunk. Ha úgynevezett zsidó cégnek fogunk minősülni, és elveszítjük ezt a forgalmat, innen mást csinálni. Nem tudunk, s ugrom még a levélben egy helyen. Lehetetlen azért, hogy amit végeztem és létrehoztam, a halálos ítélet legyen a jutalmam, kedves Miklósom. Én ártatlannak érzem magam. Sok álmatlan éjszaka keserves kínlódásába került még. Azt a feltett kérdést, a magyar népnek szüksége van-e az én pusztulásomra? Jobb lesz-e neki, ha elpusztulok? Használok-e neki azzal, ha elveszek? Eldöntöttem, rájöttem, hogy nem használ neki. Sőt. Tulajdonképpen a néma hallgatás a válasz, de bűnös, aki hallgat. Így aztán dr. Hegedűsdi Géza soha nem hallgat. Ennek egyik bizonyítéka majd ez a mű is a Soá 80 keretében, amikor is a Kner nyomda testvéreire és munkásságokra emlékeznek. De akkor, amikor Hegedűsdi Gézát hallgatjuk, összeszorul a szívünk, hisz annyit meséltek, annyi problémát a jövő generációról, ime itt volt mögöttünk a jövő generációja, a jövő színész nemzedék, figyeljünk oda rájuk, keressük őket, és addig, amíg csak vizsgaelőadásaik vannak, azokra is menjünk el és nézzük meg,
hisz a jövő bennük van, mi meg nem maradunk örökké, úgyhogy nem maradjunk erről sem le, mint ahogy két hét múlva Hegedűs D. újra jön. Géza, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm önöknek, hogy a Pirkadatot választották. További jó tévézést, a viszontlátásra. Velem holnap reggel újból találkoznak személyesen is. Tartsanak velünk!